Sziasztok! Én Martin vagyok, és Atya Úristen, de régen nem volt esek videó. Hát úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy már végre csináljak egy ilyen videót is. Igazából már az utolsó videó is elég régen volt, ami nem esef. Szóval most már tényleg itt volt az idő, hogy készítsek bármilyen videót. Szóval eljött az idő. Atya Úristen, nos, igazából már 264-es szinten vagyok, és azért ezen a szinten már nem olyan nagyon lehet a kazamatákkal haladni, és éppen ezért ez az egyik oka, amiért régen volt videó, de most történt egy olyan dolog, amire már nagyon régen vártam. Végre továbbítottam a 13. szintnél, úgy értem, hát ebbe a kazamatába továbbítottam. Úgyhogy nagyon örültem, nem hittem volna, hogy sikerülni fog, de ezt a csatát fogjuk most megnézni. Igazából én kiírtam Facebookra, hogy sikerült, és nem tudom, hogy ki látta, vagy ki nem, de azt írták, hogy legyen belőle videó, szóval akkor lesz is. Ez meg majd mehet a WC-be. Úgyhogy nézzük is meg, hogy hogyan sikerült elérnem ezt a győzelmet. Na, könyörtelen Kristóf volt ugye az ellenfelem. 380-as szintű IS, amit látjátok. 10.000 ügyessége van, nekem csak 8.500. És kitartása elég sok. Na hát most, ahogy így állunk, nekem 5 millió HP-n van, neki 10 millió. Na, 3 millió HP-n van, neki 9 millió 600 ezer. Nem biztos, hogy én úgy voltam, hogy ezt elveszítem megint. És nézzétek meg. Kitérek. Néha ő is kitér, és egyszerűen nem bírt legyőzni. Nem bírt megsebezni. És egy gyönyörű fegyvert kaptam, Gilkomatik 5000-et, amit már fel is szereltem. Ugye ez volt előtte, láthatjátok, hogy ebbe ügyesség kő van, ebbe pedig kitartás, nem tudtam mit csinálni, igazából még így is több a sebzésem. Hát sajnos nem ad semmilyen jó követ, csak ilyen erő, értelem, meg hát szerencse, de arra nincsen szükségem, mert 50%-os. Szóval beleraktam egy kitartás követ, úgyhogy most van HP-n bőven. Igazából ennyi, és akkor másnap, azt hiszem már ezzel a fegyverrel, de nem biztos, sikerült az Easteros 4. szintje is. Hát brutális. Brutális. Azt is megmutatom. Hordor volt az ellenfelem. Ugye az előző videóban még az ezelőtti színnél voltam. Hát azt ne kérdezzétek meg, hogy sikerült legyőznöm. Ezt a csatát még én sem láttam, hogy sikerült, mert telefonról csak gyors kiskippeltem, és elraktam a mentett harcok közé. Úgyhogy most oha, azért ez is elég durva. Neki még van 12 millió HP, nekem már csak 3 millió 700 ezer. Egy nagy szerencse kellett ehhez is. Egyébként még a régi fegyverrel küzdöttem ellene. Valószínűleg még nem volt meg a uha. Az szép. Ez nagy mák kellett ehhez azért. Most kaptunk egy eléggé gáz felszerelést, ami valószínűleg a WC-be fog kikötni. Igazából szerencse az nagyon nem kell nekem most. Úgyhogy ja, 2 szintet léptem a könyörtelen Kristóffal, Hordorra pedig egyet sem, na mindegy. A lényeg, hogy sikerült, és haladhatunk tovább. A másik fontos dolog, amit még el szeretnék mondani, hogy amint látjátok, 68/100. Torony szint, és az legutóbbi tornyos videónál pedig azt hiszem a 30
valahánynál tartottunk. Na most ez hogy is történt? Haladtam a tornyszintekkel, haladtam, mondom, nem érdekel, most nincs kedvem videózni, meg nem is tudok, szóval elmentettem a csatákat, ugye ide ment a csatákat, ki lehet jelölni, hogy itt maradjon fönt, ne tűnjön el, hogyha eléri a lista legalját, ugye, mert akkor ugye automatikusan törlődik. Oké, ez mind megvolt. Aztán elérkeztem ahhoz a ponthoz, hogy na most felveszem az egészet, és akkor így utólag kommentálom, hogy mik történtek. Oké, ez is megvolt. Fölvettem, stb. Hát egy jó 20 perc volt a videó. Aztán visszanéztem, és így a felénél eltűnt a kép, csak a hang volt, stb. Ezek történtek, szóval azt nyilván nem töltöttem fel YouTube-ra. Úgyhogy hát így jártam igazából, ennyit tudok hozzáfűzni. Itt is szépen haladok, kénköves Leviatán az ellenfelem. Ja. És ugye érkezett egy frissítés az elmúlt napokban. Ugye bejött ez a fekete drága kő, ami minden tulajdonsághoz ad pluszt. Hát állítólag akkor lehet kibányászni, hogyha a C vagy a C tagjainak összegyűlik annyi lovak, hogy na 500 lovag összegyűlik, akkor lehet elméletileg, de igazából én nem tudom, mert itt S13-on azt hiszem csak a igen, csak ennek a cégnek van meg az 500, és amikor legutóbb néztem, még nem volt senkinek fekete köve, úgyhogy szerintem nem tudom, senkinek nincsen még fekete köve, pedig már megvan az 500 lovag. Szóval ezt most igazából tényleg csak hallottam, nem tudom biztosra, de kíváncsi leszek. Gondolom azért nem egyszerű lesz, most hát gondolom nehezebb lesz kibányászni, mint a rendes köveket, főleg a szerencse köveket. Na mindegy, ennyit terveztem ebből a videóba, ez pont jó lesz egy ilyen kis visszatérés szerűségnek. A másik, még ehhez a tornyos ellenfelekhez kapcsolódóan, hát ugye most itt tartok, a hercege, de a kérdésem, hogy mi legyen a többi toronyszinttel, kb. Ugye 35-től kezdve, hogy akkor azokat most hogy vegyem fel, igazából van még egy karakterem, amit hát van még több is, de azokat nem csinálom. Ezzel szoktam még játszadozni. Ez 228-as szintű. Direkt nem nagyon haladtam a toronynál, de még így is 40. toronyszínnél tartok. Szóval, hogyha a 35. toronyszínnél hagytam abba, akkor max. 5 szintet nem láttok, de szerintem az nem olyan nagyon sok, szóval, hogyha gondoljátok, akkor én ezzel a karakterrel fogom folytatni a tornyozgatást, és akkor írjátok le kommentbe, hogy akkor legyen-e ez így, vagy pedig hagyjuk a francba, és 68-as szinttől kezdjük újra, mert hát nem tudom, most, hogyha egy másik karakterrel folytatom, amit elkezdtem az első karakterrel, mert nem tudom, hogy az milyen, most döntsétek el ti, szerintem. Szerintem nincs benne semmi, de ki tudja. Ja. Szóval akkor én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljad, és hogyha szeretnél még részeket, amit remélem, hogy a következő pár napban, illetve a következő napokban már gyakrabban fogok tudni feltölteni, akkor iratkozzál fel a csatornámra. Én Martin voltam, sziasztok!